Mondjál valamit a Demóna filmről. Mi az, ami téged megfogott benne? Gondolom, láttad az első részt. Van esetleg karakter, akit vársz benne, vagy bármit, amit vársz a filmről? Nem láttam. Nagyon jó alany fogtunk. De Angelina Jolie-t nagyon szeretem, és nagyon rég láttam már mostani mozifilmben, hogy azért ő pár évig nem forgatott túl sokat, és egyébként a maszkok azok engem nagyon érdekelnek, meg a jelmezek, mert tehát nem az, hogy nőként, mert nőként nyilván egy ilyen sminkben nem mész sehová, de láttam például egy Berg filmet, hogy hogy építették fel az arcát, és hogy ezt képileg, vizuálisan, hogy hozzák létre, az nagyon érdekel. Meg amúgy imádom a mesefilmeket, remélem, hogy mese. Cuki mese, ugye? Kicsit horror egy picit, de tetszeni fog. Próbálok nem várni semmit, és elvárások nélkül ülni be a moziba. Azt nem tudom, hogy ugye itt most az Angelina Jolie mellett megjelenik Michelle Pfeiffer is, hogy ez minek szól, hogy vajon jót tesz a történetnek, vagy igazából arról szól, hogy még egy nagyszerű és nagyon nagy színésznőt behozzanak, hogy még biztosabb legyen a siker. Én remélem, hogy ő is jót tesz a filmnek. A Demóna karakterére nagyon kíváncsi vagyok, valamint a látványra, mert hogy díszletben forog, ugye? Tehát, hogy ez egy fantasy film, viszont egy díszletben forog, tehát nem csak 3D-ben láthatjuk a díszletet, úgyhogy a látvány nagyon érdekel. Én nagyon-nagyon megkedveltem a fantasztikus filmeket. Ugye 2014-ben volt a Demónának az első része, és a maga a látvány az elképesztő volt. Főleg, hogy megtudtam, hogy minden real volt. Tehát abszolút a látványvilág az valós volt, nem számítógépes effektekkel csinálták, és a szereplők is azok voltak, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy most is milyen lesz. Ugye kétszeres Oscar-díjas volt a látványtervező, remélem, hogy a mostani az felül fogja múlni. Nagyon-nagyon szeretem. Angelina Jolie-t is nagyon szeretem, mint személy, de Demóna egy pedig egyenesen tényleg lenyűgözött engem. Én nagyon szeretem a picit a fantasy jellegű filmeket, és nyilván őt is, meg magát az egész történetet nagyon szerettem. Nagyon szépen bemutatja azt, hogy milyen emberi tulajdonságok lehetnek, ami miatt egyébként rossz irányba halad két embernek a kapcsolata. Úgyhogy nekem kifejezetten tetszett, és hozzátenném, hogy van olyan, amikor megnézek mondjuk hétfőn egy filmet, megnézem pénteken is, és a pénteken a film utolsó 5 percébe esik le, hogy egyébként láttam, nem is olyan régen, tehát hogy ennyire nem szoktak egyébként lekötni a filmek, de ezt legalább 5-ször láttam, és az első után is abszolút megvan. Angelina Jolie ugye ma a sötétség úrnőjét fogja alakítani, úgyhogy engem azért is érdekel ez a mozifilm, mert hogy nem csak a jó oldalát nézhetjük meg, ugye ami az előző filmnek a szlogenje is volt, hogy ismered a mesét, tehát hogy lássuk, mi az igazság, úgyhogy kíváncsi vagyok a filmre. Nekem, ami először eszembe jut Budapestről, az a 13. kerületben a lángművelődési központ, mert én 60-i kislányként oda jártam színintanodába a központba, és mindig ott voltak a tánc meg az énekóráim, szóval nekem gyakorlatilag mondjuk olyan 6 éves koromtól 14-ig az volt Budapest, szinte csak azt láttam. Persze voltunk a Városligetben, meg megnéztünk mindent, ami fontos, de nekem az volt az első. Nehezet kérdezel, én nem tudok most így hirtelennyiből, váratlanul is ért a kérdés, így hirtelennyiben nem tudok egy dolgot kiemelni. Van egy hangulata, van egy életérzése, nyilván mást jelent annak, aki itt született, meg annak, aki nem itt él. Számtalan gyönyörű pontja van, egyébként mindig forgatom a fejemben, hogy mindig szeretnék egy kicsit többet turistáskodni itthon, hogy ezt ne csak külföldön tegyem meg, hanem tényleg úgy, hogy az ember csak úgy sétálgat, úgy nézelődik. És egyébként néha meg is teszem, hogy csak úgy minden rákészülés nélkül, mint egy turista, bemegyek egy templomba, körülnézek, kijövök, körbe sétálom, stb. És ez nagyon-nagyon jó dolog. Biztos, hogy egyébként nagyon sok olyan helye van, amit nem is ismer az ember azzal együtt, hogy itt született és itt él, ilyen mindenféle rejtett kincsek. Azt hiszem, hogy azokat is érdemes felfedezni, és egyszer szeretnék erre is időt szánni. Hű, hát most hirtelen nekem is ilyen nevezetességek jutottak eszembe, mint például a Gellért-hegy. Hát ezt most így hirtelen nem fejteném ki, de jó, azért egy mondatban mégiscsak. Mamám azt mondta, hogy majd egyszer nyilván ezt ne vegyétek komolyan, nagyon vicces egyébként. Azt mondta, hogy ha ő meghal, akkor szórjuk szét, és hogy jó, szeretném majd a lábát lógatni, mert hogy mennyire gyönyörű onnan a kilátás. Mindegy, ez egy kicsit ilyen szomorúbb rész, de hogy a Gellért-hegye, ez nekem azért nekem valamilyen óriási kötődésem van. A másik az Erzsébet híd, nagyon-nagyon szeretem, mert Erzsébet egyébként is egy ilyen szép magyaros név, úgyhogy, és gyönyörű, tehát én oda és vissza vagyok érte. A másik mondjuk, vagyis hogy a harmadik mondjuk a Hősök tere.